Csukajon, a Mateusz József virágtermesztő csodálatos tulipános kertjében anyák napi műsorral kedveskedett az érdeklődőknek május első vasárnapján a Szóla Fide keresztény kulturális csoport. Az anyák napjával kapcsolatban van ez a kis rendezvény, aminek nagy örömet jelent nekem, és ugyanakkor megtiszteltetést. Nagyon szép dolog, hogy sok vendég eljött megnézni ezt a kertet, bár 2-3 héttel ezelőtt volt nagyon szép. A szezonnak a vége van már sajnos, nem sokat látunk belőle, de azért örülök, hogy itt vannak. A kert méltó helyszínnek bizonyult, és az időjárás is kedvezett a szabadtéren megrendezett színvonalas előadásnak, ahol az érkező hölgyeket a kert gazdája egy-egy szál tulipánnal fogadta. Jelen pillanatban 6 tagunk fog részt venni és közreműködni benne. Anyáknapi megzenésített versek, komoly zenei keretbe ágyazva, illetve szavalt versek hangzanak el. Kint vagyunk, a természetbe megszólíthatunk másokat is, és egy kicsit, egy kis igei üzenettel körítve, mert ugye az is lesz benne, még tovább szórhatjuk ezt ennek az ünnepségnek a fényét, ami az anyákra fókuszál. Tokár Sándor tiszteletes Máté evangéliumából idézve párhuzamot vont az isteni szeretet és az anyai szeretet között, a viszont szeretetre buzdítva. Erdődi Endre, görögkatolikus tisztelendő, Isten anyai arcáról beszélt, ahogy körülvesz bennünket az anya természettel, anyafölddel, anyának lenni szent dolog, pontakoztatta ki Mécs László az Anya című verséből. A megzenésített versek dallamát Füzesi Edit szerezte, volt közöttük Fórián Andrea tollából való is. A versek, megzenésített versek sorát tagolva, Turcó Sándor József brácsaművész komoly zenei műveket szólaltatott meg hangszerén, és aláfestő dallamokkal kísérte a szavalatokat. Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földi hajoló, úgy köszönöm meg. Történelmi időutazásra hívogatta a székelyhídi diákokat Nagy Csaba, nyíregyházi, Liszt és Bartók díjas, tárogatóművész előadása a Szabó Orzsa Városi Színházba május 2-án. Az előadás a kuruc hősök világába repítette vissza a kisiskolásokat és osztályfőnökeiket. A diákok számára egy történelmi előadást tartok, amelynek címe Hely, Rákóczi, Bercsényi, Magyar Vitézek, Nemes Vezéri, tehát ezt a történelmi időszakot a kuruckort idézi meg az előadás olyan módon, hogy történelem, irodalom, zene szerves egységet alkot ezen az előadáson. Székelyhíd és környéke történelmileg is kötődik az előadás témájához, hisz a Rákóczi szabadságharchoz a térségben élő katonák is csatlakoztak. A város történelmi vonatkozását a helyi római katolikus templom külső falán elhelyezett domborműves emléktábla is jelzi, melyet 2003-ban II. Rákóczi Ferenc székelyhídi táborozásának 300. évfordulójára emeltek. Az előadás során közelebbről megismerhettük a tárogató hangszert, ennek korabeli változata éles hangjával a katonák számára közvetítette a parancsokat. A fúvós hangszer modernebb verziója, mely már billentyűkkel is el van látva, sokkal kellemesebb hangzást biztosít. Az olyan kuruc dalok elhangzása, mint a Csínom Palkó, Csínom Jankó, vagy egy korabeli pisztoly bemutatása mellett az előadás teljes egészében az oktatásra fektette a hangsúlyt. Érdekessége
és fontos pedagógiai értéke ennek az előadásnak az, hogy a diákoknak a figyelmét felhívja erre a történelmi időszakra és a helyi vonatkozású eseményekre. Általában a diákok sokáig szoktak erre az eseményre emlékezni, hiszen évek múlva is hasznosítani tudják az itt elhangzottakat történelem, irodalom, zeneórán és magyarság ismeretórán. Az előadás nem valósulhatott meg, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és Kéri Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő helyettes támogatása és közreműködése nélkül. Nagyvárad 2012-ben csatlakozott először a születéshete rendezvénysorozathoz, amelyet minden évben, május első vasárnapjához közel, anyák napja idején szerveznek meg. A kezdeményezést azzal a céllal indították, hogy eloszlassák a születéssel kapcsolatos tévhiteket, minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtsanak a leendő szülőknek, ugyanakkor, hogy ösztönözzék a fiatalokat a gyermekvállalásra. Régen ugye közösségekben éltünk, akkor láttuk a nagynénénket, a testvérünket szülni, tudtuk azt, hogy mi fog várni ránk. Most, hogy intézménybe került, bemegyünk egy kapun, és ott nem tudjuk, hogy mi történik. Sajnos főleg a rémtörténetek kerülnek ki, és ezzel stresszelik a kismamákat. Úgyhogy szerintem teljesen normális valahol az, hogy félünk, mert egy ismeretlen dolog. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljünk, és ezeket a félelmeket amennyire lehet oldjuk. A rendezvény sorozaton hazai és külföldi szakemberek, szülésznők, szoptatási tanácsadók, dúlák, pszichológusok igyekeztek válaszolni a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Szó esett az egészségtámogató étrendről és életmódról, a várandóság és a szoptatás ideje alatt, az apák és dúlák szerepéről, a vajudás támogatásban és a Nagyváradon is egyre népszerűbb vízben szülésről. Ugye ellazul a hasi rész, és akkor nagyobb térben van a baba, ellazul a szülőcsatorna, ellazul a gát, és ezek főleg a pozitívumok, amit hoz a vízben szülés. De a víz nem csinál csodát, a nehéz szülési folyamatot végig kell csinálni, végig kell menni rajta, de anyukák, akik kipróbálták, azt mondták, hogy sokkal, de sokkal jobban érezték magukat a vízben. A szervezők és a programhoz csatlakozó szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a szülés ne legyen egy bizonytalansággal, szorongással és aggodalommal teli időszak, hanem felejthetetlen örömöt nyújtson a gyermekeket vállaló családok és szülők számára. Reményik Sándor, mindennapi kenyér, részlet. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szelek, kellek, tudom. Kellek, nap-nap után, kellek, tudom. De nem vagyok híjú. Lehet magára híjú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű. És nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja. De benne van a harchoz új erő. De benne van az élet. Búzaszenteléssel, találkozásokkal, közös ünnepléssel, illusztris vendégek jelenlétében telt húsvét második vasárnapja Székelyhídon. Az egész napot átölelő program, amelynek szlogenjét Ady Endre versének címe adta, Intés az őrzőkhöz, a katolikus templomban szentmisével kezdődött.
Kuglis Gábor atya Tamás hitben való megerősítéséről beszélt, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes elmélkedésében az Isten iránti szeretetünket boncolgatta a Máté evangéliumából ismert gazdag ifjú példázatával, akinek azt mondja Jézus, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Az Isten irántunk való szeretete, kegyelme mérhetetlen, és ma is tart. Ő ma is hív. Azt mondja, hogy ma sem, az irgalmasság vasárnapján sem késő elindulni a szeretet útján üdvösségünk felé. Bátra mondjunk igent, s merjük elkezdeni, amit szívünk diktál. Így indult útjára a Magyarok Kenyere program is. Nem tervezte meg senki. Ez a program a magyar emberek lelkéből fakadt, és van egy ember, aki az első pillanatban mellé állt, Csaba testvér, aki ennek az egésznek a lelki tartalmát megadta. És úgy egyik pillanatról a másikra szinte hatalmasat változott, szinte elsöprő erővel gyarapodott, nőtte ki a program, a szűkebb keretet, a Baranya megyét, országos program. Mi bekapcsolódtunk ezt követően, Kárpát-medencei program, most már a diaszpórával is tartjuk a kapcsolatot. Tehát ez a program ma tulajdonképpen a gabonán, a kenyéren, az életen keresztül a szeretetet, a nemzeti összetartozás közvetíti. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszemből áll össze, a 15 millió magyart szimbolizálva. A maga nemében egyedülálló Kárpát-medencei sikertörténetet az anyaországi és külhoni magyar gazdák adakozó jókedve írja. Sokan kérdezik, hogy érdemes-e valamit elkezdeni. Tehát én azt láttam, hogy jó 15 évvel ezelőtt, akkor közel 3500 gyerekünk volt, tényleg gondot jelent a mindennapi kenyér elé teremtése. És volt egy kedves ismerősöm Pécs környékén is. Hát mondtam te, hogy mivel segíthet, mondtam, hogy most ősszel aratnak, szólj a gazdáknak, hát adnak egy-egy zsák búzalisztet, vagy kukoricát, vagy akármit, és aztán hát, ha így könnyebb lesz palacsintát sütni, meg kalácsot, meg kenyeret. És hát 10 tonna búzaszem összegyűlt, és hát utána elindult egy folyamat, és ma nagyon-nagyon sok jótékonykodó intézmény kap mindennapi kenyeret, búzát, finomságot ebből a kezdeményezésből. Adná az Isten, hogy tényleg merjük kimondani igényeinket, álmainkat, fogalmazzuk meg kéréseinket, és biztos a Jóisten, hát azt a 3 kenyeret és 5 halat meg fogja áldani. Ékes bizonyítéka az áldásnak, hogy a 2011-ben összegyűlt 10 tonna gabonából, 2021-re ennek százszorosa 1100 tonna lett, amelynek közel fele a határon túli magyar gazdák adományából származott. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy megmutassuk Partiumban, itt az érmelléken, hogy mennyien vagyunk, hogy mennyi magyar gazda van, mennyi magyar ember foglalkozik mezőgazdasággal. Véleményem szerint, aki megműveli a földet, azé a föld, azé az ország is. Ez hatványozottan fontos itt a Partiumban, ahol kisebbségben vagyunk, viszont egy egészséges magyar gazdatársadalom van. Most már idén 4. alkalommal csatlakozunk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. Az elmúlt években is egy sikeres rendezvény volt, olyan civil szervezeteket tudtunk segíteni, mint Böjte atya által irányított civil szervezetek. Ez az áloga annak, hogy megmaradjunk itt az érmelléken, megmaradjunk a Partiumban, és megmutassuk az erőnket, megmutassuk, mennyire szolidárisak vagyunk szegény sorban élő honfitársainkkal szemben. A szertartásos búzaszentelés Isten áldását kéri az éppen sarjadó gabonára, annak reményében, hogy bőséges legyen az őszi aratás, a búzából liszt, abból pedig éltető mindennapi kenyér jusson az asztalokra. Nagy megtiszteltetés, hogy erre idén Székelyhídon került sor. Nagy örömmel tölt el, hogy a 2022-es esztendőben
az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének az egyik úgy alszervezete, a Parci Magyar Gazdák Egyesülete. Ide Székelyhídra, a Székelyhez tartozó Csokhajra hozott egy olyan rendezvényt, amikor is a búzatábla szélében megszenteltük azt a búzát, amit az Isten megsét júniusban le fogunk tudni aratni. A szülőföld szeretet és a szülőföld munkájába vetett hit és erő az hosszú távon is gyümölcsről lehet és meghozza a hozzáfűzött reményeket. Nagyon nagy örömmel tölt el az is, hogy Böte Csaba ezen a rendezvényen hit tudott lenni, és hogy egy nagyon szép, meghitt, belsőséges hangulatban áldottuk meg a búzatáblát. Itt volt a Magyarország gyűlés alelnöke, Jakab Péter úr, és Szabadon képviselő úr, és Magyar Lohrand parlamenti képviselő úr. A Marosán Csaba színművész szavalatával indult ceremónia ünnepi beszédekkel folytatódott. Ezt követően Kuglis Gábor atya megszentelte a vetést, Rákosi Jenő református esperes áldást mondott, majd a székelyhídi Zajgó Néptánc csoport műsora következett. A megáldott búzatáblákból szedett, nemzeti színű szallaggal átkötött csokrocskákból a jelenlévőknek is jutott. Záróakkordként pedig felcsendült a magyar nemzeti himnusz. Az egész napot kitöltő programsorozat, amelynek központja a Gyermek Jézus Otthon volt, a Szabó Urdzsa Színházban folytatódott, ahol a hangsúly a Csaba testvér által megálmodott és lassan testet öltő szerelemösvényre tevődött. A színpadon Gyarmati Andrea és Richard Kröcsun, az ösvény gazdái együtt szavalták Petőfi Sándor Szeretlek kedvesem című versét, a Zajgó Néptánc csoport szemedgyönyörködtető előadással Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze irodalmi összeállítással, Csomós Szinti a gitárral kísért énekkel örvendeztette meg a szép számban megjelent közönséget. Tetszel, én lesz is hozzám, neked már nincsen sorszám, díszpáholyban van a helyed, sőt, mind több az egész termet, és mellé minden percet, megkapod és ülök veled, minden egyes szavod belém vissza magát. A Székelyhídra tervezett és már a körvonalazódott kert a szerelemösvény javában készül. Majdani bejáratát jelzi a gondos kezek faragta gyönyörű székelykapu. Megvan a 9 állomás, most már nagyjából megvannak a tervek, elkezdtük kivitelezni, a padoknak a lábait beöntöttük, de megvannak a padok is, meg minden, úgyhogy én tényleg remélem, hogy ez meg tud valósulni. Isten áldását kérem az érmellékiekre, és biztatom, hogyha idejük engedi, jöjjenek, segíjenek, nézzék meg. Elmondanám, hogy nagy-nagy szükségünk lenne használt téglára, akár pénzé is megvennénk, hogyha valakinek van, és hozzájárul a bontott téglával a park szépítéséhez, építéséhez, akkor nagy-nagy szeretettel köszönjük. A készülő kertet Csaba testvér vezetésével Jakab István úr is végigjárta, aki otthonosan érzi magát vidékünkön. A szülőfalum Hajdúbagos, tehát számomra ez egy olyan vidék, ahol igazán otthon vagyok, de mégis most vagyok először életemben Székelyhídon. De azt hiszem, hogy nem először. És nagyon jó érzés itt lenni, jó érzés találkozni Csaba testvérrel, a gyerekekkel, jó érzés találkozni az itteni gazdákkal. Valahogy úgy éreztem, amikor beléptem, mint a hazajöttem volna. Az egész napos programot az időjárás is kegyeibe fogadta, sütött a nap, a szél borzolta a sarjadó búzatengert.